Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. május 4-én este 7:30-tól. Térségfejlesztési aktualitások, megyei együttműködések és pályázatok. Dunatetétlenen tanácskoztak a polgármesterek. Nem hagynak unatkozni, meg annyi programmal vár májusban az Ökopont. Közeleg az anyák napja, nyílt napon köszöntötték az anyukákat az újvárosi óviban. Megtartották immáron hagyománnyá vált fél évente megrendezett tanácskozásukat a járási polgármesterek. Több mint 10 település vezetője gyűlt össze Dunatetétlenen, ahol a térségi aktualitásokról és a megyei fejlesztésekről egyeztettek. Többek közt Miske, Szakmár, Solt, Fogtő, Kalocsa és az eseménynek otthont adó Dunatetétlen polgármestere is jelen volt a legutóbbi tanácskozáson. A települések vezetői fél évente gyűlnek össze, hogy egyeztessenek a térséget érintő fontos kérdésekről és beszámoljanak az aktualitásokról. Elsőként Pálfi Mihályné, Tetétlen első embere mutatta be a községet, majd ezt követően dr. Bálint József, Kalocsa polgármestere is ismertette a térségfejlesztési változásokat, elsőként a top pályázatokra kitérve. Jelen pillanatban előkészítés alatt vannak, tervezés alatt, illetve én úgy tudom, hogy a fogtői kerékpárút az most megvalósítás alatt, tehát az június 30-ig be fog fejeződni. Legalábbis mivel minden nap járok, arra látom, hogy előreadatott állapotban van, simítások vannak hátra, és ehhez kapcsolódott az, hogy Kalocsán most már hagyományosan megszerveztük a vállalkozóknak a tanácskozását. Ahol tájékoztatták őket a város által elnyert pályázatokról és azok közelgő megvalósításáról. A negyed évente összehívott tájékoztatóval a környékbeli cégek helyben maradását segítenék elő. Biztattuk őket, hogy aki kapacitással bírja, mert most a kapacitások, különösen az építőipari kapacitások össze fognak csúszni, hogy nem biztos, hogy ő nekik célszerű Debrecen és Budapest környékére menni, vagy Püspökszilágyiba, mert például tudom, hogy egy kalocsai cég Püspökszilágyin épít, hogy a térségben is megkezdődnek újra azok a nagyobb beruházások, amiben ők fővállalkozóként, vagy pedig alvállalkozóként részt vehetnek. Az idei esztendőben Kalocsán főképpen tervezések folynak majd. A sorra nyert pályázatok kivitelezési szakasza a jövő évben kezdődhet meg. Kalocsa polgármestere kitért a nemrég kihirdetett JETA pályázatokra is. JETA pályázatok ugye eldőltek, megvannak a nyertes pályázatok, ott is gyakorlatilag odaértünk most, hogy mindenki kiíratja a pályázatát a megvalósításhoz, és gyakorlatilag erre is föl lett hívva még a vállalkozók, hogy ugyanakkor még nem volt döntés, de maga a témaköröket ismertettük velük, hogy milyen várható ablakokra pályázhatnak, tehát figyeljék azokat, és akkor a környékbeli településeknek segítsék a megvalósítási lehetőségeket. A sokakat lázban tartó Kalocsa-Paks-Duna híd megépítésével kapcsolatban is történtek változások. Ezekről is szót ejtett Kalocsa első embere. A híd valamennyivel rövidebb lesz, tehát olyan megoldást választottak, vagy rávezetést, hogy kevesebb rávezető út lesz, tehát maga ugye a híd szerkezet az ugyanakkor marad, de maga a föl- és levezető rész az valamennyivel rövidebb lesz. Mindenesetre nem kell a Dunán keresztül már mederbe menni, hanem rendes rácsatlakozás lesz. És annyi változás van, hogy a Kalocsa nyugati megkerülő útnál egyelőre Fogtőnél nem épül meg a körforgalom, hanem rendes egyszintű útkereszteződése akarják lekezelni. A tanácskozáson felszólalt még Rideg László, a megyei önkormányzat elnöke, Puskás Hajnalka szakmai vezető és P.O. Zoltán az iparkamara képviselet vezetője is, melyekről külön riportokban számolunk be. A járási polgármesterek tanácskozásáról készült teljes összeállításunkat a május 14-i gazdasági magazin műsorunkban tekinthetik meg. Nyílt napra hívták a szülőket az újvárosi óvodába. Az óvónők betekintést engedtek az anyukáknak a gyerekek hétköznapjaiba, ahol a közelgő anyák napja alkalmából egy kis meglepetéssel készültek számukra. A színekkel, a számokkal, az állatokkal és a formákkal is ismerkedtek az újvárosi óvodások. Ez mindennaposnak számít náluk, ám most nem csak az óvónők figyelték őket játék közben.
Az anyukák is helyet foglaltak az apró székeken, ugyanis nyílt napot tartottak számukra. Nagyon sok szeretettel vártuk az anyukákat, apukákat, nagymamákat erre a nyílt napunkra. Ez betekintést enged a számukra az óvodai életbe. Láthatják, hogy mennyit fejlődött a gyermekük, mennyit fejlődött a türelmük, a figyelmük, az egymáshoz való alkalmazkodásuk, és láthatják a szülők, hogy mivel szeretnek a gyerekek játszani, kikkel barátkoznak itt az óvodában. Így a kreatív foglalkozást követően közös játékon vehettek részt a gyerekek, melyet a szülők mosolyal az arcukon követtek figyelemmel. Elsősorban először a szabad játékot mutattuk be a szülőknek, játszottak a gyerekek, amivel szerettek volna, választottak játékot, elosztották egymás között a szerepeket, megbeszélték a játékot, és főleg szerepjátékot játszottak, illetve társasjátékot a délelőtt folyamán. Nagy hagyománya az óvodának, hogy anyák napja alkalmából felköszöntik az édesanyákat, mely szép gesztust mindig a nyílt nappal kötik össze. Ez idén sem maradhatott el. Az anyák napi köszöntés minden évben megtörténik. Általában ezen a nyílt napon szoktuk a végén megünnepelni az anyukákat. Mindig az anyák napja környékén tartjuk a nyílt napunkat, és a legvégén köszöntjük az édesanyákat. Nagyon készültek rá a gyerekek, ők készítették a szívecskét, amit fűzéssel, papírfűzéssel készítettek, és éneket, verset tanultunk, és nagy szeretettel adták elő az anyukájuknak, nagymamájuknak. Városi helyesíró versenyt rendeztek a kalocsai Fényi Gyula általános iskolában. A kalocsai diákok mellett néhány környező településről is érkeztek gyerekek. A kék gerebével én egyengetem a földet. Tedd ki a veszőt, ahol érezted, hogy ott van. Ezeket a szavakat is le kellett helyesen írniuk, illetve a veszőt is meg kellett hallaniuk a megfelelő helyen a második osztályosoknak. Minden versenyző először egy tolbamondást írt, ahol az adott osztály tananyagához kapcsolódó szöveget állítottak össze a pedagógusok. Hogy megkönnyítsék a kisebbek dolgát, többször is elmondtak egy-egy mondatot, ugyanúgy, mint nyelvtanórákon, ha gyakorolnak, vagy éppen dolgozatot írnak. Ezután pedig egy teszten kellett gondolkodniuk a gyerekeknek. 15-20 összetett, fejtörésre késztető feladatot oldottak meg több-kevesebb sikerrel a diákok. Volt ott elválasztás, ABC sorrend, pontos és elipszilonos és szavak helyesírása, ellentétes vagy rokonértelmű szavak, mondatok, szófajok. Négy lehetőség közül kellett kiválasztani a helyes megoldást. Jó volt látni, hogy ma, amikor a rövidítések, mozaik szavak, idegen nyelvből átvett kifejezések világát éljük, ahol nagyon gyakran rosszul leírt szóval találkozhatunk televízióban, újságban, közösségi oldalakon, még mindig van olyan gyerek, akinek fontos, hogy helyesen írjon. Az első városi helyesíró versenyt 2001 tavaszán rendezték meg. Még jelmondata is volt a rendezvénynek. Fegyver és szerszámatól. Azóta minden évben, évfolyamonként 3-3 tanuló jöhet egy-egy iskolából. A feladatokat az anyanyelvet tanítók állítják össze, s ők is javítják. A másodikosok között Vén Dóra, a harmadik osztályosoknál Turopoli Rihárd, a negyedikeseknél Lej Ádám, az ötödikeseknél Tóth Kinga, a hatodikosoknál András Gerda, a hetedik osztályosoknál Fuszenekker Olivér, a nyolcadik osztályosoknál pedig Kecskés Zsófia lett az első. Az első három helyezett könyvutalványt vehetett át. A Liszt Ferenc Művészeti Iskola idei tavaszi vidámságok koncertje már a 16. volt. Most is voltak színes és humoros öltözékek, szórakoztató dalok, sőt még tombolával is készültek a szervezők. Mint
Kint arról beharangozónkban már beszámoltunk, az eleinte farsangi koncertként zajló hangverseny egy ideje átköltözött a tavaszi évszakra, és bár állandó időpontja nincs, leginkább áprilisban jellemző, hogy a zeneiskolások megtartják a tavaszi vidámságok elnevezésű hangversenyt. Valamikor több tíz évvel ezelőtt arra gondoltunk, hogy mi is beállunk abba a sorba, iskolák lévén, illetve az iskolák sorába, hogy farsang kapcsán valamivel mi is kirukkolunk, valamit mi is szervezünk, de lemaradtunk róla, illetve olyan zsúfolt volt ez az időszak, hogy úgy gondoltuk, hogy elvetjük ezt a gondolatot, bár jó ötletnek tűnt, mert fars hang lett volna a neve, kicsúsztunk az időből, vagy nem szerettük volna megtartani, már nem emlékszem. A lényeg az, hogy elhúzódott az idő, és úgy gondoltuk, hogy maradjon meg a vidámság, és mégis szervezzünk valami hangversenyt, valami koncertet, valami szereplési lehetőséget a gyerekeknek, és így született az ötlet, hogy legyen a neve tavaszi vidámságok. Mely töretlenül nagy sikert arat a nézők és a hallgatóság körében is. Az eddigi évek tapasztalatai alapján ezt a koncertsorozatot nem fejezhetjük be. Tehát ez egy akkora, olyan nagy siker, és annyira szeretik a gyerekek is, és tulajdonképpen nagyon jó az időzítés is. Tehát lemaradtunk a farsangról, de még nincs igazán nagy meleg nyár. Tehát még nem kell az évzáróra gondolni, még nem kell a tanévvégi vizsgákra gondolni, de a tarsolyunkban ott vannak azok a zenedarabok, amit ki lehet színesíteni egy jelmezzel. Így a teltházas kamaraterem idén sem szenvedett hiányt a kreatív jelmezekből és természetesen előadásokból, hiszen különböző népek, tájak vagy filmek zenéi is felcsendültek, sőt, még egy meglepetés zárószámmal és sztárvendéggel is készültek. Baba-mama bőrze, madárkiállítás, kirándulás. Ilyen és ehhez hasonló programokkal várja az érdeklődőket a kalocsai ökopont a májusi hónapban. A májusi hónapban programok sokaságával várja a kalocsai ökopont munkatársai az érdeklődőket. Május 5-én szervezünk egy bababőrzét, amit délután 2 órától lenne itt az ökopontban. Mindenkit szeretettel várunk. Május 7-től 11-ig egy madárkiállítást szervezünk, ez a Madarak és Fák napja alkalmából. Május 7-én 5 órakor előadások sora veszi kezdetét. Eközben a madárkiállítás megnyitója és a földnapja kiállítás eredményhirdetése is lesz. Rigó Ferenc, a Homokmégyi Dózsa Vadásztársaság elnöke, majd Agócs Péter, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegység vezetője lesz a vendég. Lesz még egy vadasparkba, szeretnénk egy kirándulást szervezni, amire május 5-ig lehet jelentkezni itt nálunk az ökopontban. Ez viszont a környezetvédelmi világnap alkalmából lenne. A Kecskeméti vadasparkba a kirándulás június első hetére tervezik a szervezők. Aki szeretne kicsit kikapcsolódni, jelentkezzen minél hamarabb, le ne maradjon. A rendezvényekkel kapcsolatban lehet érdeklődni személyesen az Ökopont Kossuth Lajos utcai épületében, vagy az alábbi telefonszámon. 4. alkalommal kerül megrendezésre, május 5-én, azaz holnap a motoros vezetés technikai és családi nap. Az egésznapos eseménynek a kalocsai reptér lesz a helyszíne. Május 5-én már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket, egészen a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig a 4. alkalommal megrendezésre kerülő motoros vezetés technikai és családi napra. A program eleinte a Kresszpályán került megrendezésre, ám a 3. alkalommal, vagyis a tavalyi évben már új helyszínen a Kaloringen jött létre, ahogy ez idén is lesz. A kalocsai rendőrkapitányság, mint mindig, most is nagy segítsége lesz a szervezőknek, hiszen most is rendelkezésükre bocsátják, illetve segítségül hívják a Bács-Kiskun megyei rendőrkapitányság rendőrmotorosait. Az eddig, főleg motorosokra kiéleződő rendezvényen most a családok is nagy figyelmet kapnak, így nem érdemes otthon maradni senkinek. A programok sokasága között megtalálható lesz egy rendőrmotoros vezetés technikai bemutató és tréning, de drift autó kiállítás és bemutató is készülőben van. Offroad autókból sem lesz hiány, valamint versenymotoros bemutatóval is készülnek. Az egészen kicsikre gondolva elektromos járművek állnak majd rendelkezésre, valamint csillámtetoválást és különböző játékokat próbálhatnak ki a gyerekek.
ami garantált, hogy senkit nem hagynak unatkozni, hiszen ennyi program közül, kortól függetlenül mindenki kedvére válogathat. Május 5-én, tehát 9 órától 4. vezetés technikai és családi nap a Kaloringen, vagyis a kalocsai repülőtéren. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk, műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!